Kedves nézőink, tanácsülést tartott október 27-én a Városházán a térségi családsegítő és gyermekjóléti társulás társulási tanácsa. A következőkben erről számolunk be önöknek. A hét elején kettő szociális területeket érintő megbeszélés is zajlott a Városházán. Beszéljen kérem először a hétfőiről. Igen, hát a tegnapi napon egy egyeztető megbeszélést tartottunk a járási, települési polgármesterek részvételével, illetve jegyzők is voltak itt, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az intézményünket 2016. január 1 napjától teljesen átstruktúrálja a 2015 évi 133-as törvény. Az intézményünk járási feladatokat is el fog látni, egy úgynevezett család és gyermekjóléti központ létrehozásával. Ez annyit jelent, hogy a települési önkormányzatoknak, ahol polgármesteri hivatal, illetve közös önkormányzati hivatal működik, kötelező feladata lesz lakosság számtól függetlenül a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, ami a január 1-i változásoknak köszönhetően család és gyermekjóléti szolgálat nevet fogja viselni. A hatósági feladatok fognak átkerülni a család és gyermekjóléti központok tevékenységébe, ami a járás székhely önkormányzat kötelező feladata lesz. A keddi ülésnek mi volt a témája, és kik vettek részt rajta? A keddi ülés az a térségi családsegítő és gyermekjóléti társulás ülése volt. Itt elfogadtuk a szolgáltatás tervezési koncepciót, amit felül kellett vizsgálni, ez két évente történik meg, illetőleg a költségvetés módosításával kapcsolatos napi rendi pontunk volt még. Mit tette szükségessé a költségvetés módosítást? Hát gyakorlatilag könyvelési átcsoportosításokról volt szó, valamint az intézményünk pályázati finanszírozást is nyert. A kábítószerügyi egyeztető fórum működtetésére nyertünk forrást, illetve az utcai szociális munka biztosítására, ami szintén a költségvetés módosításait érintette. Az ülésen felmerült, hogy a térségben nehéz körülmények közt élő kisgyerekek karácsonyi és télapó ünnepségeihez támogatókat keresnek. Igen, hát sajnos az intézménynek szűkös a költségvetési forrása, és szeretnénk hagyományainkhoz híven az idén is megszervezni a Mikulást, illetve a karácsonyi ünnepségeket, és ehhez felvettem a kapcsolatot, illetve folyamatban van még a kapcsolatfelvétel ajkai cégekkel, nagyobb üzletekkel, szeretnénk adományokat gyűjteni ahhoz, hogy ezeket a programokat meg tudjuk valósítani. És ezúton is kérném azon szervezeteket, akik támogatást tudnának adni nekünk, akár élelmiszer formájában, akár a gyerekek számára játékok, szaloncukor, Mikulás csomag, tehát a programokhoz illő ajándékokra gondolok, azok támogassák intézményünket. Hol várják a támogatók jelentkezését? Hát a támogatók jelentkezését a térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Móra Ferenc utca 7 szám alatti épületében várjuk munkanapokon. Előre is köszönjük a segítséget.